Felpörgette az építőipari piacot a kedvezményes áfa jövő év végi eltörlése. Varga Mihály júliusban erősítette meg, hogy a kormány nem tervezi az adókedvezmény időtartamának hosszabbítását, ez pedig gyors lépésekre kényszerítette a kivitelezőket. Nem gondolkodik a kormány hosszabbításon. Szeretném rögzíteni, hogy 2016-tól 2019-ig egy adókedvezményt indítottunk el. Ezt a parlament elfogadta, ez törvényben nyugszik. Tehát le van fektetve egy törvényben, egy jogszabályban. Bocsánat. Tehát mi azt mondjuk, hogy erre a három évre vállaltuk azt, hogy lemondunk egy jelentős adóbevételről, és összekötjük a demográfiai kérdéseinket a lakásépítések, a beruházások fejlesztésével. És ennek érdekében a kormány adott egy adókedvezményt. Nem tervezünk hosszabbítást, 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény. Arra biztatok mindenkit, hogy ha tudja, akkor eddig az időpontig vegye igénybe ezt az adókedvezményt, ezért találtuk ki. Ez az interjú még júliusban készült a pénzügyminiszterrel, a bejelentés pedig felpörgette a piacot. Idén júliusban 38%-kal nagyobb teljesítményt produkált az építőipar, mint egy évvel korábban. Ezzel az építkezési kedvel arányosan nőttek az árak is. A fővárosban például már a 753 ezer forintos négyzetméter ár sem meglepő. A drágulásban nagy szerepet játszik az évek óta egyre jelentősebb munkaerőhiány is. Vendégünk a stúdióban Vég József, a Magyar Építészkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm. Tudunk adni egy gyors helyzetjelentést a megyére vonatkoztatva. Ez a bizonyos felpörgés mennyire köszön velünk szembe itt a megyében? Hát az építőipar azért széles spektrumot fed le, tehát itt amihez mindenki ért, ez a lakások világa, és talán ebbe a felvezető anyagban is erről beszéltünk elsősorban, de hát azért a magasépítés és a mélyépítés világa úgy tűnik, nem túl szerencsésen, de 2016 után szinte egy időben jelent meg mindenféle ágazatban egy jelentős terhelés, ez igaz az országra, igaz a megye építőiparára is, úgyhogy a tervezőktől a kivitelezőkig mindenki másodtalán már harmad éve, de legalább két éve erőn felül dolgozik és le van terhelve. Ebben vannak jó dolgok, azt mondják sokan, hogy inkább így legyen, mint előtte a válság éveiben, és ezt én is osztom, de azért valóban erőn felüli minden területen a szakmának a kiterheltsége. Ilyen tempó mellett lehet odafigyelni a minőségre? És most így lehet, hogy vad gondolat, de azért nekem most eszembe jutott a genovai hídnak a tragédiája. Lehetne egy beugratós kérdés, de nem annak van számva, hogy én látom. Nem, abszolút nem. Hát sajnos egyrészt a szakmát érintő statisztikák szerint a válság években valami 80 ezer fővel csökkent a nagyságrendileg 300 ezer körüli építőipari szakember létszám, amiből állítólag mintegy 60 ezer valamilyen formában talán visszajött, de jellemzően nem szakemberként. Tehát ettől kezdve valós építkezéseket is látva, hiszen gyakorló építész is vagyok. A területeken észlelhető minőség szemmel láthatóan romlik, ugyanakkor a határidők jönnek, a prés, az áfa és egyebek miatt mindenütt, ott lebeg mindenkinek a feje felett, ugye megszűnik ez az áfa kedvezmény és a többi. Úgyhogy jó vagy rossz érzéssel, de úgy tűnik, hogy a világ hát valamilyen szintig kénytelen tolerálni egy picit azt, hogy a minőség volt már jobb a korábbi nyugodtabb éveinkben, de hát legyen a időnként az történik, hogy az elfogadhatót legalább érje el a helyszínen tapasztalható hát állapot. Nem szerencsés, nem hálás időszaknak vagyunk. Mondjuk, aki műszaki ellenőrként csinálja ezt, de én tervezőként is fájó szívvel nézem esetenként, hogy a jó kitalált dolgaink elég szerény helyszíni visszacsengésével találkozunk. A műszaki ellenőröknek még nagyobb a felelőssége és nehezebb is a sorsa, hogy ennek ellenére próbálják kihozni azt a végeredmény minőséget, ami
azért a szakmában az ezekre való követelmények mit sem csökkentek attól, hogy itt a világnak kapacitás gondjai vannak, meg prés alatt van a szakma. És a felelősség attól még ugyanakkora. Ettől még az elvárások ugyanazok, úgyhogy valamilyen nem is minimumokat, egy középszintet akkor is tudni kell teljesíteni, ha ilyen nehéz és rossz idők járnak. Mire lehet még itt számítani 2019 végéig? A szakmában a tervezés oldal úgy kalkulálja, én legalábbis, mivel ezen az oldalon több időmet töltöm, hogy a jövő év már egyfajta csillapodás és csendesedésnek az időszaka lesz, de azért lesz még bőven mit csinálni. Ettől függetlenül a választások éve előtt is állunk, ami hát szintén tud vele a mi szakmánkban, hogy addigra vagy minden elkészül, vagy már nem kezdődnek el egy darabig az új dolgok. Úgyhogy a jövő év ilyen szempontból is azt képzelem, hogy egy picit a visszafogottabb menetelés időszaka lesz az uniós pénzek szempontjából. A csok és az egyéb dolgok, tehát a lakásépítés világa viszont, ha úgy tetszik, a tervezési és beindítási korszak az azért ebben az évben mostanában vagy az év végéig biztos lecseng. Ez azt jelenti, hogy a tervezés és egyebek is vagy megszületnek, vagy már nem is kezdődnek el. A jövő év pedig egy kifejezetten a lakásépítés hajrá évének ígérkezik, úgyhogy aki családi házat épít, vagy a társasházak világából próbál vásárolni, ott mindenképpen a jövő év szerintem a lakásépítés éve lesz a hajrá szempontjából. Mit jelent ez az árak vonatkozásában? Tehát a lakás és családi ház, vagy ingatlan árak hogyan fognak alakulni itt a jövő év végéig, illetve aki most tervez lakást vásárolni, az mit csináljon? Most gyorsan keressen egyet, vagy várjon 2021-ig? Kétféle stratégiával találkozom egyébként az ismeretségi vagy partneri körömbe. Az egyik része, akik már elkezdtek, vagy benne vannak, vagy már majdnem ott vannak a kezdésnél, vagy netán tényleg felkészültek, és a rajtpisztolynál járnak, hát nekik üzenem, hogy ők még érdemes talán a startpisztolyt eldörrentsék. Aki viszont nem jutott el addig, hogy van tervezője, vagy még inkább van terve, és maguk a kivitelezőknek a megtalálása is rendkívüli küzdelmet jelent, legalábbis azt a bizonyos a minőség szempontjából elfogadhatónak, vagy netán jónak mondott kivitelezőt, de lassan már ezek az igények is majdnem, hogy meg se jelennek, csak legalább kivitelezőnek hívják azt, aki. Tehát ha nincsen egy ilyen megbízható, már letárgyalt háttér, és egyebek, hónapok telnek el csak az ajánlatkérések lebonyolításával egy-egy szakmára, egyebekre, és hát most ilyeneket hallok, hogy burkolóra fél évet kell várni, ha egy tűrhető burk, stb. Tehát aki nagyon rosszul áll, vagy még meg se kezdte, az szerintem inkább ne kezdje meg az egész saját építkezését sem. A társasházak világa az egy külön téma, hiszen az egy ingatlan fejlesztőnek a kezébe van. Ott, ha látható egy projektnek a fejlődése, növekedése, és ott általában szakaszosan kell kifizetni az épületet, és illetve a lakást, amit megvásárolunk, az jobban tervezhető, jobban követhető, de ott is jó, ha egy biztonsági tartalék látszik, ami decemberre van tervezve, azt szinte biztos nem születik meg decemberre, tehát olyanokkal foglalkozunk, ami szeptember-októberre van átadásra tervezve, és azokról talán még folyamatosan figyelve a helyzetet, el lehet hinni, hogy véget is ér jövőre. Aki nem építkezni szeretne, hanem szimplán csak vásárolni, őre milyen hatással van ez az egész folyamat és ez a mostani helyzet? Az ingatlan piacot mindenképp felhajtotta ez az aktuális időszak és ez az elmúlt egy-két év. Országos statisztikákat is nézegetek, és hát a szakmában ez szinte kötelező, hogy az ember azért tartsa szinten az ilyen infóit is. Az ország ilyen típusú lakásépítési bumjának a 60-65% a Budapest, illetve a közép-magyarországi régióba születik meg. Ezen túl a megyei szintű nagyvárosaink vesznek még ki mértékadóan részt ebből a bumból, és a társasházépítések világa jellemzi ezeket a nagyvárosainkat. Itt a 40-től a 400-500-600 lakásos lakóparkokig, vagy lakótömbökig minden születik az országba. Az utóbbiakból azoknak már általában szép neve van, és elhíresült szép projektekként, nem elhíresült, ez egy olyan nem jó szó, szóval híres vagy valószínűleg híressé váló beruházásokról beszélhetek itt, akár Szegeden is van például, vagy Debrecenben is ilyen 400-500 lakásos hatalmas építkezések, de hát azért Budapest az ország fővárosa, azért ez ott a legnagyobb.
Az új lakásépítés mellett a régi lakások vásárlása egyáltalán a nagyvárosokban vagy Budapesten, tehát ezeknek a felújítandó vagy felújított ingatlanoknak a piaca is megpezsdült, tehát párhuzamos módon itt mindennek viszi az árát felfelé. Itt ilyen 4-5, 600, 700 ezer forintos négyzetméter árakat is hallani. A társaságoknál mondjuk ez a telek hányadot is magában foglalja, úgyhogy ez nem a megvalósítás költsége, ebben nyilván benne van a telek és a fejlesztő haszna is, de az, hogy mennyire lehet egyáltalán lakást építeni az országba, Nógrádtól mondjuk Budapestig, mert per pillanat Nógrád az országnak a statisztikákban ilyen szempontból a legolcsóbb és a legkevésbé kurens területe, mondjuk így. Mi valahol a középmezőnyben azt gondolom vagyunk, Nyíregyháza pedig még a megyén belül is egy külön sziget, tehát itt azért pezseg az élet. Úgyhogy valójában az ingatlan piac minden fronton az új lakások, a használt, felújított, felújítandók világa is pezseg, és hát a családi házas világ is hozzáteszi a maga dolgát. Az, hogy az áfa kedvezmény rövidesen megszűnik, az hogyan befolyásolja a keresletet a kínálathoz képest, illetve ha bekövetkezik ez a kedvezmény megszűnés, az automatikusan 22%-kal fogja megemelni a lakások árát, vagy a kereslet is mérséklődni fog, és akkor ez kicsit finomodik ez a helyzet. Olvasok sajtóba fejtegetéseket arról, hogy az emelkedő, vagy a visszatérő, ismét szokásos, vagy teljes 27%-os áfa nyilván vissza fogja vetni a keresletet, legalábbis ahhoz mérten, ami a napjainkban észlelhető, de ezzel együtt ugye valamekkora árésből az ingatlanfejlesztők is gazdálkodnak, tehát az optimisták azt remélik, hogy majd annak az árésnek a terhére, a csökkenő kereslet felélesztésére azért az árak valamelyest visszakorrigálódnak, vagy visszarendeződnek. Ezt majd látjuk, vagy hiszük, ha látjuk, ez majd a jövő titka. De van egy izgalmas dolog azért, amire a kormány készül. Arra nem, hogy a táfa dolgában további engedményeket tegyen, hiszen úgy nagyjából, amit akart a kormány, ezt a pezsgést azért úgy helyek közel elérte. Viszont készülődőben van egy olyan csomag, hogy az 5000 lélekszám alatti kis településeken a lakosság megtartó képesség javítása érdekében és az ottani építkezési terv kedv erősítésére a Szocpolt ezeken a településeken kedvezőbbé kívánja tenni a kormány, nem tudok erről számokat mondani, de érezhető, milliókról beszélünk mindig, ha a Szocpolról beszélünk. Reméljük, úgyhogy hamarosan erről is be tudunk számolni. Végig József, köszönjük, hogy rendelkezésünkre. Én is köszönöm a lehetőséget.